Közeleg a határidő. Augusztus 15-ig csatlakozhatnak az 5 hektáron vagy annál kisebb területen gazdálkodók az úgynevezett kistermelői rendszerhez. Vitarendezés segítséggel. 135 ügyet zárt le 2015 első fél évében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület. Megújul a sportcsarnok. 40 millió forintból kicserélik a tetőszigetelést, korszerűsítik a világítást, valamint bővítik a kamerarendszert, és megújulnak a kiszolgáló helységek is a tiszavasvári sportcsarnokban. Augusztus 15-ig csatlakozhatnak a gazdálkodók az úgynevezett kistermelői rendszerhez. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az egyszerűsített rendszert azok a termelők választhatják, akik 5 hektáros vagy ennél kisebb területen gazdálkodnak. A kistermelői rendszer előnye, hogy a támogatások igényléséhez nincs szükség kötelezettségvállalásra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 8000 gazdálkodó csatlakozott eddig a kistermelői rendszerhez. Az új formát az idei évtől választhatják azok a termelők, akik kis területen gazdálkodnak. A megyei agrárkamara elnöke szerint érdemes belépni a rendszerbe, amelynek nagy előnye, hogy a támogatások nincsenek feltételekhez kötve, és jelentősen kevesebb adminisztrációt igényel a termelőktől. A kisgazdaságoknak egy olyan lehetőség adódott az idejétől kezdődően, hogy 1 hektár fölött, ha gazdálkodik, akkor választhat úgynevezett egyszerűsített gazdálkodási formát, ami 500 eurótól 1250 euróig terjed ki. Ez azt jelenti, hogy a 375 ezer forint maximum támogatás, ebbe beletartozik az ő gazdaságára jellemzően az állattenyésztéstől a termeléshez kötött támogatás minden, akiknek egy ilyen 3-tól mondjuk 5-6 hektárig van, és egyébként se kapna 375 ezertől többet, azok, ha ezt választják, akkor mindenféle kötelezettség teljesítése alól mentesülnek. Augusztus 15-ig van lehetősége a gazdálkodóknak arra, hogy eldöntsék, megéri-e nekik a rendszerhez csatlakozni. A döntés meghozatalában a kamara azzal nyújt segítséget, hogy elkészítette azt a programot, amellyel mindenki kiszámolhatja azt, hogy valóban kedvezőbb számára a kistermelői rendszer. Ezt a programot mi a segítség nyújt, társként felajánljuk, kiszámoljuk, és akkor a gazdával meg lehet azt is beszélni, hogy tervez-e a jövőben területvásárlást vagy állatállomány, és akkor javaslatot teszünk neki, hogy érdemesebb benne maradni, vagy nem érdemes. Egyébként a nagyon kicsi gazdaságoknak én ajánlanám, ugyanis semmi kötelezettséget nem kell teljesíteni már vetésforgóra vagy zöldítésre. Gondolok, annyi, hogy meg kell művelni a területet. Nyilván, ha nem művelik meg, és a szakhatóság ezt ellenőrzi, akkor ezért szankcióját, de úgy ezt az összeget megvonni vagy csökkenteni nem lehet. A kistermelői rendszerrel kapcsolatban Rácz Imre azt is elmondta, akinek az egész gazdaságra jutó közvetlen támogatása 500 euró alatt lenne, nem csak adminisztratív, de anyagi szempontból is megéri csatlakozni a rendszerhez, mert támogatását felkerekítik 500 euróra. 135 ügyet zárt le 2015 első fél évében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület. A fogyasztói panaszokkal térítés nélkül foglalkozó testület elnöke arról tájékoztatta televíziónkat, az esetek 77%-a termékekkel, elsődlegesen lábbelik szavatosságával volt kapcsolatos. Görömbeiné dr. Balmaz Katalin hozzátette, mobiltelefonok és tablettek meghibásodása miatt is egyre több testületi eljárást kérelmező megkeresése érkezik be hozzájuk. Nyíregyházán a Kereskedelmi és Iparkamara épületében található a megyei békéltető testület irodája. Az Alternatív Vitarendezési Fórum 1988-tól fogadja a fogyasztói panaszokat térítés nélkül. Nem csak természetes személyek fordulhatnak hozzánk, hanem kisvállalkozások, egyházak, társasházak, tehát minden olyan gazdálkodással foglalkozó kis vállalkozás, aki üzletkörén kívül eső célból, mint fogyasztó. Tehát gondolok itt arra, hogy egy kisvállalkozás, mint áramfogyasztó, ha a tevékenysége nem pont ez, akkor ő is ugyanolyan fogyasztó, mint a természetes személy. Vagy ha vesz egy takarítógépet, akkor ugyanolyan fogyasztó, ha nem a takarítás az ő fő tevékenységi köre. A testület munkatársai csak az idei év első felében 135 ügyet zártak le, ennek 60%-a volt megalapozott, azaz a fogyasztói panaszt kedvezően bírálták el.
az összes ügynek a 77%-a a termékkel kapcsolatos fogyasztói panasz. Ezen belül 44%-a lábbelikkel, cipőkkel kapcsolatos probléma. Én úgy gondolom, hogy azért ilyen magas ez az arány, mert a fogyasztóknak a tudatába ez beágyazódott, hogy ott reklamálni lehet. A többi ügyben még lehet, hogy nem annyira tudatosak a fogyasztók, itt ebben az esetben igen. Legáltalánosabb az, hogy a cipőüzlet nem ismeri el a fogyasztónak a panaszát. Legtöbbször arra hivatkoznak, és ezt szakértői véleménnyel is megpróbálják alátámasztani, hogy a fogyasztó nem rendeltetésszerűen használta a cipőt. Az első fél évben lezárt ügyek 23%-a volt szolgáltatással kapcsolatos, elsődlegesen a hulladékdíjakkal, valamint a gáz- és villamos energiaszolgáltatásokkal kapcsolatosan érkeztek panaszok az elmúlt hónapokban. A testület elnöke kiemelte, ingyen segítik a panaszosokat, irodájuk az iparkamara nyitvatartási idejében érhető el. 40 millió forintból újítják fel a tiszavasvári sportcsarnokot. 27 millió forintos TAO-s pályázaton nyert forrásnak és a 13 milliós önkormányzati önerőnek köszönhetően a több mint 20 éves létesítménynek kicserélik a tetőszigetelését, korszerűsítik a világítását, valamint bővítik a kamerarendszert és megújulnak a kiszolgáló helységek is. Több mint 20 éve 1994-ben adták át a tiszavasvári sportcsarnokot, amely azóta számtalan rendezvénynek adott otthont. Játszottak benne NB1-es, junior és főiskolai világbajnoki kézilabda meccseket, országos kispályás focitornákat, emellett gyakorlatilag minden teremsporták megfordult a létesítmény falai között. Az elmúlt két évtizedben az idő vasfoga nyomokat hagyott a csarnokon, éppen ezért szükségessé vált egy komolyabb felújítás. Mint egy 40 millió forintos ráfordítással valósulhatnak meg ezek a felújítási munkálatok. Az idei évben a tervezetekhez tartva magunkat el fogjuk tudni végezni a tető szerkezetnek a korszerűsítését. A korábbi időszakban nagyon sok problémánk adódott a beázásból, én bízom benne, hogy ezzel teljes mértékben meg tudjuk oldani ezt a problémát, de a világításnak a cseréjére, korszerűsítésére is sor kerül, a kiszolgáló helyiségeknek a felújítását is el tudja végezni az önkormányzatunk, valamint a kamerarendszer bővítése, illetve az eredményjelző táblának a cseréje is szerepelt ebben a pályázatban. A megújult sportcsarnokot a tervek szerint szeptember közepén adják majd át a sportolóknak és a diákoknak. Elsősorban a kézilabda szakosztályunk, illetve az utánpótlás szakosztályok azok, amelyek rendszeresen használják és sportolnak itt a városi sportcsarnokunkban, de a klikkel kötött szerződésünk alapján az egyik középiskolánknak a tornaórái is itt kerülnek megtartásra, de emellett minden olyan sportkedverőt, sportbarátot szeretettel várunk, akik sportolni szeretnének itt Tiszavasváriban. És ami még örömhír, hogy azért szinte egész évben olyan rangos teremkupákat, foci és kézilabda kupákat szoktak itt megszervezni, és szokott tiszavasvári helyszínt biztosítani, ami azért nem csak megye, hanem talán régió hírrel is járhat itt nálunk a településünkön. A polgármester elmondta, hogy a Tiszavasvári Sportegyesülettel közösen ismét pályázott TAO-s támogatásra az önkormányzat, következő lépésben ugyanis a csarnok fűtésrendszerét és nyilászárait szeretnék korszerűsíteni. Arcátlanság felkínálni a fiataloknak, hogyha majd elvégezték a főiskolát vagy egyetemet, több millió forintos adóssággal kezdjék meg életüket, mondta a diákhitellel kapcsolatosan az MSZP megyei választmányának elnöke. Jeszenszky András és a Szociátász országos alelnöke szerint a diákhitelt törlesztőknek adókedvezményeket kellene biztosítani. A Fidesz még ellenzékben 2005-ben javasolta azt, hogy a diákhitel törlesztése legyen közterhettől mentes. Sajnos ezt a javaslatát elfelejtette, mire kormányra került, ezért szeretnénk őket emlékeztetni arra, hogy ezt újra tegye meg és módosítsa úgy a törvényeket, hogyha a diákhitel törlesztő kafetériából szeretné törleszteni a diákhitelét, akkor az legyen adómentes. Vagy pedig az egészségpénztárakhoz, nyugdíjpénztárakhoz hasonlóan adókedvezményt lehessen igénybe venni a diákhiteltörlesztésre. Ezzel egy nagy könnyítés érné azt a több mint 100 000 diákhiteltörlesztőt ma Magyarországon.
Egy fiatal nő sérült meg abban a balesetben, amely tegnap este történt a 4-es számú főúton Újfehértó és Nyíregyháza között. Egy Nyíregyháza felé haladó gépkocsi vezetője elvesztette uralmát a jármű fölött, így az az útpatkára futott, majd felborult és a tetején állt meg. A sérültet a mentők kórházba szállították, az anyagi kár jelentős. Csökkenti bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. A gázolajé nem változik, értesült piaci forrásokból az MTI. A csökkentéssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 363 és 364 forintra mérséklődik, a gázolajé 351-353 forint marad. Legutóbb szerdán változtak az árak, akkor bruttó 2 forinttal csökkent a gázolaj és 5 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin literenkénti átlagára tavaly szeptember és 2015. január között mintegy 100 forinttal csökkent, majd idén július közepéig fokozatosan több mint 70 forinttal emelkedett. Az utóbbi csaknem egy hónapban viszont 30 forinttal ismét csökkent a benzinára. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. A napok óta tartó hőség nem csak a látogatókat, az állatokat is megviseli a Nyíregyházi Állatparkban. Arról, hogyan frissítik a kedvenceket, hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. A felkészülés második hetében jár a Marsó Nyíregyháza. Az élvonalbeli bajnokságra készülő csapathoz még nem érkezett meg a két új külföldi kosaras. A bosnyák Tadic a jövő héten, az amerikai Unruh pedig a hónap végén csatlakozik a kerethez. Sitku Ernő együttese első edzőmeccsén augusztus 22-én Nagyváradon lép majd pályára. Új edzővel és gyakorlatilag új csapattal vág neki a megyei másodosztályú bajnokságnak a balkányi futballcsapat. A Mirgai László által irányított együttes a bajnoki címet célozza meg, azaz azonnal vissza akar jutni a megyei első osztályba. A vasárnapi nyitófordulóban Apagyon lép pályára a Balkány. A napok óta tartó hőség nem csak a látogatókat, az állatokat is megviseli a Nyíregyházi Állatparkban. Az itt élő nagyjából 5000 állat a szabadban élőkhöz képest lényegesen jobb körülmények között vészelik át a tikkasztó nyarat. Ebben az időjárásban az otthoni házi kedvencekre is fokozottan figyelniük kell a gazdáiknak. 500 faj, 5000 példánya él a Nyíregyházi Állatparkban. Az idei nyáron a szokásosnál is több a kánikulai nap, ami az állatokat is megviseli. Ilyenkor minden állatra saját igényei szerint fordítanak a szokásosnál több figyelmet az állatkert gondozói. Mindenkinek más-más az igénye. Hatalmas előnyt jelent az, hogy tölgyerdőben vagyunk, tehát érezhető az, hogyha valaki ide bejön hozzánk, akkor itt az árnyas fák között jóval alacsonyabb a hőmérséklet, de persze oda kell figyelnünk az állatokra. Hogyha sorra vesszük őket, akkor lehet látni, hogy nagyon sok helyen önitató van, főleg a patás állatoknál, így a friss ivóvíz mindenkinek a rendelkezésére áll. Van ugye jeges mackó, általában ez a kérdés, hogy ő vajon hogy bírja, hát ő aztán luxus körülmények között él, feszített víztükrös medence, mellette hideg párásító rendszer és klimatizált barlang is a rendelkezésre áll az állatoknak. Az emlősök mellett trópusi tengeri halakat is láthatnak a vendégek az állatkertben, amelyekre ugyanúgy oda kell figyelni. Ezek az állatok nagyon érzékenyek, medencéjüket folyamatosan hűteni kell, míg a halak mellett élő korallok a túlzottan felmelegedett vízben akár el is pusztulhatnak. A park legnagyobb testű emlősei pedig, az elefántok, ilyenkor rendszeresen frissítő zuhanyt kapnak. A vastagbőrű állatok ilyenkor előszeretettel dagonyáznak, nagyon szeretnek sárfürdőt venni, hiszen a sár kiváló védelmet nyújt a napsugarai ellen, emellett az élősködők ellen is hathatós védelmet nyújtanak. A vastagbőrűek közül az afrikai és ázsiai elefántok pedig imádják, mikor locsolják őket. Ezt a vendégeink is láthatják, hiszen ázsiai elefánt hölgyeket 3 órakor a trénerek locsolni szokták a nagy közönség szeme láttára. Természetesen a házi kedvencekre is jobban kell ilyen időben ügyelni, fontos, hogy naponta többször kapjanak friss ivóvizet, a napsugárzás ellen pedig mindig biztosítva legyen számukra hűvös hely. A sétákat a kora délelőtti vagy a késő délutáni kellemesebb órákra időzítsék, és soha ne hagyják őket a bezárt autóban, még lehúzott ablak mellett sem.
A felkészülés második hetében jár a Marsó-Nyíregyháza. Az élvonalbeli bajnokságra készülő csapathoz még nem érkezett meg a két új külföldi kosaras, a bosnyák Taric a jövő héten, az amerikai Unru pedig a hónap végén csatlakozik a kerethez. Sitku Ernő együttese első edzőmeccsén augusztus 22-én Nagyváradon lép majd pályára. Ideálisabb időjárás is el tudtak volna képzelni a felkészüléshez a Marsó-Nyíregyháza kosárlabdázói, akik az edzésszámot 9-ről 10-re növelték ezen a héten. A Városi Stadion, konditerem, ötvös csarnok háromszögben izzadó játékosok a felvezető hetet követően már magasabb fordulatszámon pörögnek, igaz, ezt várja tőlük Sitku Ernő szakmai igazgató. Azért ezen a második héten egy picit tornyosul már az izomláz, a fáradtság. Túl kell esni ezen az első kellemetlen időszakon, és ha ez megvan, akkor utána lehet igazán magasabb fordulatszámon dolgozni. Természetesen azért az elmúlt hétnek a munkája mégiscsak benne van a srácokban, és úgy szép lassan azért hozzászokunk a munkához, és egyre nagyobb terhelés lesz majd az edzéseken a feladat. Az elmúlt héten újabb légióssal kötött szerződést a klub, a 25 éves, 193 cm magas, 1-es-2-es poszton bevethető amerikai Tate Unruh jelenleg Ausztráliában játszik. Mindenféleképpen egy olyan játékos szerettünk volna, aki 1-es és 2-es poszton lesz bevethető. Igazából a 2-es poszt az, ami kell nekünk, ugye Brane Savic, Molnár Marci vagy Bús Iván úgy gondolom, hogy meg fogják oldani az 1-es pozíciót. De egy dobójátékosra, egy olyan játékosra, aki az elzárások után kifutásból, bekanyarodásból tud dobni és jól tüzel, egy olyan játékosra mindenképpen szükségünk lett volna. Remélem, hogy ő ilyen lesz. Amit az ausztrál bajnokságban produkál, az 51% fölötti hárompontos dobó statisztika talán túl extra is. Ugye itt megkérdőjelezhetjük, hogy mennyire erős az ausztrál bajnokság, de alapvetően a hármast a megyeiben is be kell dobni, tehát ez mindenféleképpen neki négy parancsoló statisztika, és nem csak az ausztrál bajnokságban mutatott, hanem az NCAA-ben mutatott statisztikája is ehhez hasonló. Remélem, hogy ha ide érkezik hozzánk, fogja ezt igazolni, és valóban egy olyan játékos fog beilleszkedni a csapatunkban, aki sokat tud majd segíteni abban, hogy minél jobb eredményt érjünk el. A nyíregyházi kosarasok első edzőmeccsükön augusztus 22-én Nagyváradon lépnek pályára, a hónap végén Kassára látogat a csapat, a szeptemberi programban pedig három felkészülési torna szerepel. Új edzővel és gyakorlatilag új csapattal vág neki a megyei másodosztályú bajnokságnak a Balkányi futballcsapat. A Mirgai László által irányított együttes a bajnoki címet célozza meg, azaz azonnal vissza akar jutni a megyei első osztályba. A vasárnapi nyitófordulóban Apagyon lép pályára a Balkány. A legutóbbi szezonban a 15. helyen végzett, így búcsúzott a megyei első osztálytól a Balkányi futballcsapat. A vezetők az azonnali visszajutást tűzték ki célként, így a kispadra szerződtették a Tiszavasvárival a megyei egyben 4. helyen végző Mirgai Lászlót, a keret pedig alapos vérátömlesztésen esett át, ugyanis 15 új labdarúgó érkezett Balkányba. Ami pozitívum, az az, hogy nagyon sok olyan rutinos futballistát sikerült igazolnom, ügyes fiatalokkal vegyítve, akik egy nagyon jó csapatot alkotnak a pályán és a pályán kívül is, és ebben nagyon nagy segítségemre van Igor Bogdanovics, aki profi mentalitásával, hozzáállásával, mérkőzésen nyújtott, edzőmeccseken nyújtott teljesítményével példaértékű a fiatalok számára, felnéznek rá a fiatalok rutinjával, tudja, hogy a pályán mikor kell lassítani, gyorsítani a játékot. Nagyon jó hatással van a csapata, és nekem is a jobb kezem. Őtőle nagyon sokat várok, illetve hát ugye a rutinosabb játékosok, még a Daru István, akit Tiszavasváriba hoztam, a Lakatos Tomi Tuzséról, hogy csak egy párat említsek, ide sorolom a Szabó Petit is, a Hortó Attilát is, de ezek mind ilyen jó mentalitású, nyerő típusú futballisták, és hát ehhez igazoltam sok ügyes fiatalt. A felkészülési meccseken megyei első osztályú és NB3-as csapatok ellen lépett pályára a Balkány. Maximálisan elégedett voltam. A fehérgyalmati tornán, illetve a Sényő elleni nyújtott itthoni mérkőzésünk volt az, amikor tényleg azt játszott a csapat, amit én szeretnék a bajnok is játszani. Hát most a főpróbán a Deacot igaz, nagyon megvertük, de azt mondom, hogy körülbelül a csapattól ezt a támadó szellemű futballt várom, hiszen nincs miről beszélni, ha meg akarjuk nyerni a bajnokságot, akkor itt minden csapatnak neki kell menni, és hát ugyanezt fogjuk csinálni most is, mint amit Tiszavasváriban csináltunk.
Az edző elmondása szerint a bajnoki címre a Balkányon kívül bejelentkezett a Rakamaz és a Kóta is, így fontos, hogy az első 5 meccset hibátlanul hozzák le. A nyitófordulóban vasárnap délután Apagyon lép pályára Mirgai László együttese. Tucatnyi gólt szerezve jutott tovább a Kisvárda Master Guda labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójából. Sós Imre együttese a Pest megyei első osztályban szereplő Nagykáta otthonában győzött 12-0. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Augusztus 15-ig csatlakozhatnak a gazdálkodók az úgynevezett kistermelői rendszerhez. Az egyszerűsített rendszert azok a termelők választhatják, akik 5 hektáros vagy annál kisebb területen gazdálkodnak. A kistermelői rendszer előnye, hogy a támogatások igényléséhez nincs szükség kötelezettségvállalásra. 135 ügyet zárt le 2015 első fél évében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület. A fogyasztói panaszokkal térítés nélkül foglalkozó testület elnöke arról tájékoztatta televíziunkat, az esetek 77%-a termékekkel, elsődlegesen lábbelik szavatosságával volt kapcsolatos. Görömbeiné dr. Balmasz Katalin hozzátette, mobiltelefonok és tablettek meghibásodása miatt is egyre több testületi eljárást kérelmező megkeresés érkezik be hozzájuk. 40 millió forintból újítják fel a tiszaalsvári sportcsarnokot. A 27 millió forintos TAOS pályázaton nyert forrásnak és 13 milliós önkormányzati önerőnek köszönhetően a több mint 20 éves létesítménynek kicserélik a tetőszigetelését, korszerűsítik a világítását, valamint bővítik a kamerarendszert és megújulnak a kiszolgáló helységek is. A Kölcsey Televízió csütörtöki hírműsorát látták, friss hírekkel péntek este jelentkezünk, híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót viszontlátásra! Holnap is folytatódik az igen meleg napos idő. A légköri frontok egyelőre még elkerülik a Kárpát-medencét, így folytatódik a forróság, a hőséget mérséklő zivatarok egyelőre csak elvétve fordulhatnak elő. Éjjel derült idő várható csapadék nélkül, az északi északkeleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de emellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a keleti szél helyenként megélénkül, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnaptól változékonyabbra fordul időjárásunk, nyugat felől egy hullámzó frontrendszer éri el térségünket, ezért záporokra, zivatarokra lehet számítani, de ekkor még marad a meleg. A jövő hét első felében egy sekély ciklon hatására jelentős mennyiségű csapadék, eleinte hevesebb, felhőszakadással is kísért zivatarok várhatók, és ezzel együtt jelentősen mérséklődik a nappali felmelegedés is. A hőség kedre mindenütt megszűnik, szerdán pedig kimondottan hűvös időnk lesz. Yes.